Országgyűlési képviselő lehet Rácznév Földi Judit, a Nemzeti Választási Bizottság 13 igen és egy nem szavazattal meghozta határozatát. Ennek értelmében a Kordás László halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot kiadja Rácznév Földi Judit részére. A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül lehet a kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál. Az országos elnökség egyhangulag fogalmazta meg azt a kérést, hogy ezt a mandátumot vegyem át én. A Demokratikus Koalíció hétfőn közölte, hogy Rácznév Földi Judit székesfehérvári politikus tölti be a párt megüresedett országgyűlési mandátumát. A döntéssel kapcsolatban többen fogalmaztak meg kritikát, ennek oka a 2021-es előválasztási kampány során kirobbant offshore ügy, melyen Rácznév Földi Juditot hozták összefüggésbe. A Momentum elnöke Gelencsér Ferenc szerdán úgy nyilatkozott, hogy a Momentum értékrendjébe nem fér bele az, hogy egy offshore lovakból országgyűlési képviselő legyen. Ezt azonban nem sikerült időben bejelentenie a Momentumnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A DK február 13-án ugyanis minden érvényes meghatalmazással rendelkezett ahhoz, hogy a közös pártlistát állító jelölő szervezetek nevében bejelentse a megüresedő mandátumra a jelöltjét, Rácznév Földi Juditot. A Momentum elnöke Gelencsér Ferenc február 14-én kelt és a bizottsághoz február 15-én benyújtott nyilatkozatában február 14-i hatállyal vonta vissza a Momentum mozgalom DK részére adott a meghatalmazását. A Párbeszéd pedig alaki hibát vétett, hiszen a meghatalmazás visszavonó nyilatkozatot nem a párt törvényes képviselője Tordai Bence, hanem a pártigazgató nyújtotta be. A DK közleményt adott ki, melyben azt írják, meghiúsult a Momentum kísérlete, amely során egy korábban megadott meghatalmazás visszavonásával akarták jogilag megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával. A bizottsági döntést követően a Momentum bejelentette, a kúriához fordulnak, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.